Az EU előírásaihoz. Volna itt lehetőség az EU előírásoknak megfelelően a költségvetési hiányt nem növelő módon ennek az 500 milliárd forintnak a más módon a magyar gazdaságba és a zöld gazdaságból visszaforgatásába. Például a kormány a választási kampányban nagyon sokat beszélt egy olyan zöld banknak a felállításáról, amely a zöld gazdaság fejlesztésnek a központi intézménye lehetne, hitelkihelyezésekkel segíthetné a zöld gazdaság megerősödését és kiteljesedését Magyarországon. A választások óta gyakorlatilag a zöld bankról semmiféle információnk nincsen. 500 milliárd forint az egy ilyen intézménynek a felállítására tökéletesen alkalmas lenne, és ezáltal annak a zöld gazdaság fejlesztésnek az eszköze lehetne EU-konform módon, amely zöld gazdaság fejlesztést a választási kampányban a kormány még viszonylag gyakran emlegette, a választások óta viszont, minthogyha ez valahogy a szél kifújta volna, a keleti szelek kifújták volna a fejükből, amit mi őszintén fájlalunk, és továbbra is azt reméljük, hogy azért előbb-utóbb a kormány visszatér a választások előtt a hangzott ígéreteihez, például egy zöld bankon keresztül a zöld gazdaság fejlesztés elindításába. Köszönöm. Fellegi Tamás miniszter úr jelentkezik. Köszönöm szépen. Szívesen beszélnék a MOL tranzakcióról, hogyha nem bánják. Azt gondolom, hogy az egy fontos téma. És válaszolnék néhány kérdésre, meg felvetésre. Egyrészt azt gondolom, hogy bár így utólag sem vagyok teljesen biztos abban, hogy jól értettem Jávor Benedek eredeti első hozzászólását, mert az első 8,5 percben arról beszélt, hogy tulajdonképpen ez egy akár jó is lehetne egy ilyen dolog, de hogy az adott környezetben ez miért nem jó, majd a végén már ott tartottunk, hogy mégsem jó a dolog. Ezt leszámítva, én azt írtam föl magamnak, hogy nem hallottam olyat, hogy nem kell megcsinálni a tranzakciót. Tehát olyat, aki kifejezetten azt mondta volna, hogy ez egy elvetélt ötlet, ezt nem érdemes vele foglalkozni, ne csináljuk meg, ilyet nem hallottam. Azt hallottam, hogy milyen lehetséges problémák vannak a tranzakcióval kapcsolatban. Nagyon köszönöm azokat a felvetéseket, amelyek kifejezetten a lehetséges veszélyforrásokról szóltak, ami az ön felszólásának, első felszólásának a nagyját adta. Ezek nagyon fontos megállapítások, amik azt gondolom, hogy megszívlelendők a jövőre nézve, hogyha valóban az országgyűlés úgy dönt, hogy jóvá hagyja ezt a tranzakciót, és az állam tulajdonosként megjelenik a MOL-ban, akkor mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a veszélyeket a lehetőleg nagyobb mértékben el tudjuk kerülni, és ahol lehet, kifejezetten a pozitív dolgokat hozzuk ki a tulajdonosi pozícióból. Azzal azért vitatkoznék önnel, hogy a stratégiai pozíció szerzése a MOL-ban kizárná az energiastratégia megvitatását. Ugye ezzel fejezte be, vagy ez volt az egyik utolsó mondása. Azt gondolom, hogy ez nem egy zero-sum game. Ebben nagyon is lehet win-win lehetőségeket megteremteni, lehet olyan megoldás, ugyanis a kettő nem zárja ki egymást. Tehát az, hogy egy országnak legyen egy normális, többé-kevésbé elfogadott energiastratégiája, a szakma és a politika által többé-kevésbé elfogadott energiastratégiája, miközben bevásárol a és nemzeti olaj és integrált energiavállalattá teszi azt, ami most elfogadva Balczó képviselő úr érvelését, nem az, vagy nem teljes mértékben az, ez a kettő nem zárja ki egymást az én megítélésem szerint. Azt gondolom, hogy én szerintem a szurgutnyefte gáz jelenléte a MOL-ban az egy súlyos kockázati tényező volt, és bizonytalansági tényező. Legfőképpen azért, mert egy olyan kapcsolatrendszert jelenített volna meg a társaságban, amely kiszámíthatatlan lett volna, ezt önök is tudják. Ezt most megpróbálják visszafordítani a vásárlásra, ugye azzal, hogy nem gond-e az, hogy egy ilyen vállalattól vásároltunk, amelynek a tulajdonosi struktúrája nem ismert, nem felfedett. De bocsánat, mi a MOL részvényeket vásároltunk, nem szurgutnyeftegáz részvényeket. Tehát nem értem a felvetésnek ezt a részét, hiszen mi pontosan egy teljesen világos helyzetben MOL részvényeket vásároltuk vissza.
ráadásul, hogy az igekötőt használjam, és nem szurgut részvényeket vásároltunk, akkor talán igaz lett volna a felvetés, vagy fontos lett volna a felvetés, hogy miért vásároltunk be közpénzből egy olyan vállalatba, aminek a tulajdonosi struktúrája átláthatatlan, kiszámíthatatlan. Tehát ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy lényeges különbség van a két helyzet között, és nem gondolnám, hogy ez így problémát jelenthet. Én azt hadd kapcsolódjam azokhoz, akik magát a tényt említették föl, és nem is akarok bővebben foglalkozni vele, mégiscsak 2004-2005-ben sikerült eladni a MOL maradék 25%-át. Tehát bárhogy is van. Tehát ezt én egy fontos dolognak tartom. Mint ahogy azt is, hogy kezdettől fogva törekedtünk arra, hogy a MOL-ban meglévő rendezetlen tulajdonosi helyzetet megpróbáljuk rendezni. Tehát az, hogy ez most sikerült, az egy hosszabb folyamat eredménye, és az, hogy ez ilyen módon meg tudott valósulni, azt gondolom, hogy ez egy hosszabb tárgyalási folyamatnak és egy kitartó magyar pozíciónak köszönhető jelentős mértékben. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos szempont az egész folyamatban, amiről önök viszonylag keveset emlékeztek meg, de kezdettől fogva, tavaly július óta folyamatosan ezt az álláspontot képviseltük, és ez az álláspont végül is odáig vezetett, hogy sikerült egy tisztességes piaci feltételek mellett megvalósuló adásvételi szerződést kötni az orosz partnerekkel. Nem... Higgyék el, nyilván nem fogják elhinni, de azért elmondom, higgyék el, nincs mögötte semmi. Tehát komolyan, az a helyzet, hogyha így lenne, akkor miért fizetünk piaci árat? Tehát mi a logika abban, hogyha valami egyéb tényező van, ami plusz fizetség, vagy az ő oldalukon engedmény, akkor miért piaci árat fizetünk? Azt senki nem vonta kétségbe, hogy ez piaci ár volt. Tehát nemzetközileg elfogadott normál módszertan szerinti vásárlás történt, 3 havi átlag árfolyamon vásároltuk vissza a részvényeket. Tehát azt gondolom, hogy ebben semmi rejtélyes dolog nincsen, és amikor a tárgyalási folyamatra fölkészültünk, akkor bizony begyűjtöttük az elérhető, nagyon jelentős számú befektetési bank és egyéb ezzel az energetikai piac elemzésével foglalkozó cég tanulmányait, hogy világosan lássuk, hogy a következő 1 évben, 2 évben, 5 évben milyen tendencia várható, milyen részvény árfolyamok várhatók. Ezeket világosan, ezek publikusan is elérhető információk, képviselő úr. Tehát azt gondolom, hogy ez egy teljesen világos képet mutat, ez a része is a dolognak. Azt is szeretném még egyszer leszögezni, hogy a mi álláspontunk szerint a pénzt nem elköltöttük. Tehát ennek a pénznek nagyon világosan vagyon megfelelő oldala van. Tehát ezt egy vagyonba fektettük be, ami megvan, tehát amit Balczó képviselő is mondott, mi ezt fontosnak tartottuk az első pillanattól kezdve. Nem elégettük a pénzt, nem föléltük, hanem egy olyan vagyonelembe fektettük be, amivel egyrészt gazdasági eredményeket lehet elérni, másrészt azokat az addicionális szempontokat lehet érvényesíteni, amit az expozéban is megpróbáltam néhány pontban felvillantani, hogy mik azok a nem feltétlenül számosítható, nem feltétlenül közvetlen részvény árfolyamban megjelenő szempontok, amelyek a magyar külpolitika, a magyar gazdaságpolitika, a regionális helyzet és a piachoz való kapcsolódásunk szempontjából fontosak lehetnek. Azt is még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy a kormány számára az egy nagyon fontos stratégiai kérdés, hogy azokon a kulcspontokon, amik az infrastruktúra tulajdonláshoz, a beszerzési forrásokhoz való kapcsolódás és az ellátásnak az a szervezetrendszere, ami a kitermeléstől a kereskedelemig az infrastruktúrán keresztül vezet, abban stratégiai tulajdonosként meg tud jelenni a magyar állam. Ezt változatlanul fontosnak tartjuk, főleg egy olyan vállalat esetében, ahol jelen pillanatban, ha majd megvalósul, és amennyiben megvalósul, a magyar állam lesz egyelőre valószínűsíthetően egyedül 10% fölött, hát még 20% fölötti tulajdonosként.
Egyébként ez a 21,2%-hoz nyilván a potenciálisan hozzájöhetne az a tulajdoni arány, az a plusz tulajdon is, ami a magán nyugdíjpénztárak vagyonának a részvény elemeit képezik. Ezek mostani tudásunk szerint nagyságrendileg 25% körüli tulajdont jelenthetnek együtt, de ezt el is mondtuk korábban is. Tehát ezben semmi rejtegetni való nincsen. Tehát azt gondolom, hogy jelentős mennyiségű kérdésre ezzel megválaszoltunk abból, amit Veres képviselő úr említett, az érvek, hogy mi szólt mellette, miért pont most, mekkora hányad várható a magánnyugdíjpénztárak után, amennyiben nem kerülnek azok értékesítésre. És azt gondolom, hogy ez teljesen világos, hogy 10% a magyar állam szavazati joga. Ez teljesen világos, mint ahogy az is világos, hogy a 25% körüli tulajdoni hányad a stratégiai tulajdonnak minősíthető, ennek a gazdasági és egyéb ereje nyilvánvalóan meg kell, hogy jelentkezzen, és én azt gondolom, mi úgy kalkuláltunk, hogy ez a MOL számára egy stabilizációs feltételt fog jelenteni, azok a plusz lehetőségek, amelyeket hosszabb távon a nemzetközi tevékenységben, terjeszkedésben a MOL számára lehetőségként megjelenik, ez erősítő tényező lehet, ami tovább növelheti a vállalat stabilitását és lehetőségeit, amik meg kell, hogy jelenjenek vállalatértékben, részvényárfolyamban is. Én számomra az viszonylag átláthatónak tűnik az összefüggés, hogyha Magyarország gáz- és olajipari infrastruktúrájában az állam megjelenik stratégiai méretű tulajdonosként, az az állam és a közjó az ország szempontjából az biztonságot növelő kérdés. Tehát én számomra ez egy átlátható összefüggés. Ebben én nem látom azt, hogy ez miért ne lenne így. Hogy ez elegendő-e így, szükség van erre, az egy külön kérdés. Mi azt mondjuk, hogy igen, szükség van erre, ez egy fontos szempont, de úgy gondolom, József képviselő azzal kezdte, hogy a nemzeti céllal egyet tud érteni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos nemzeti cél, hogy ez így legyen. Tehát ez viszont az én nekem azt mutatja, hogy magával a tranzakcióval kapcsolatban pozitív kellene, hogy pozitív hozzáállásra lenne szükség, nem pedig elutasító álláspontra, mert akkor most vagy egyet értek azzal a nemzeti célra, vagy nem értek egyet. Nem történt egyeztetés az IMF-fel a forrás felhasználását illetően, úgy ítéltük meg, hogy nincs szükség. Tehát a pénz szabad felhasználású forrás, nincs szükség arra, hogy az IMF-től A. engedélyt kérjünk, B. egyeztessünk velük a felhasználás vonatkozásában, ugye ez is kérdésként hangzott el, írásbeli kérdésként hangzott el. Hogyan befolyásol az ügylet meg a magyar-orosz félközi gazdaságok kapcsolatokat? Szerintem pozitívan. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos akadálya volt annak. Minden egyes alkalom, amikor orosz tárgyalópartnerrel találkoztunk, mindig felvetették, hogy de van itt egy komoly probléma, ami az ő szempontjukból komoly probléma is volt. Vásároltak egy tulajdont, és nem tudták a tulajdonosi jogokat gyakorolni abban a cégben, aminek tulajdonosai lettek. Azt gondolom, hogy most már ez az akadály elhárult, és megelégedésre hárult el. Azt gondolom, hogy ők is, ha ezt nem így gondolták volna, akkor nem adták volna el, és nem ilyen áron adták volna el a részvényeket. Hogyan alakulnak a mi várakozásaink szerint a MOL rövid, közép és hosszú távú részvényárfolyama? Erre már részben válaszoltam. Szerintem a piaci trendek egyértelműen fölfele mutató folyamatot mutatnak, független az állami befektetéstől. Azt gondolom, hogy a MOL helyzetét ez erősítheti a régióban, és további terjeszkedési lehetőségeket nyithat, valamint összefüggésben, ahogy ezt említettük korábban is, az ilyen irányú magyar törekvésekkel olyan szinergiákat lehet kialakítani más állami energiavállalattal, például az MVM-mel, amely tovább erősítheti a MOL szerepét és pozícióját a régióban. Azt gondolom, hogyha egyszer birtokon belül kerülünk, akkor erről is érdemes szót váltani.
Én azt gondolom, hogy nagyjából az írásos kérdésekre is válaszoltam, de szívesen visszatérek még, hogyha úgy ítélik meg, hogy kihagytam bármilyen egyéb kérdést. Köszönöm szépen. Következik Göndör István képviselő úr, MSZP. Normál szót kért. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr. Akkor én megpróbálom, és nagyon egyenesen fogalmazok. Én abból, amit ön elmondott, azt az egy kockázati tényezőt elfogadom, és tudomásul veszem, amit a szurgut nyeftyegázzal kapcsolatban mondott. De akkor hangosan kimondom, kérem, hogy ne tegyék. És utána hosszan azt sorolom majd, hogy miért ne tegyék. Egyrészt az, amit ön mond, én úgy érzem, hogy megpróbál minket egy kissé átverni. Tisztelt miniszter úr, az, amiről ön beszél, meg amiről Márton Attila beszél, hogy hány százaléka lesz a magyar 6 vagy 7 tulajdonosnak, akkor én úgy kérdezek, most a végén ki tetszett mondani, hány százaléknyi szavazata lesz? 10. Összesen 10. Mert a többieknek nincs 10%-nyi részvényük. Nekik annyi lesz, ahány százalék részvényük van, a magyar államnak, még ha nyugdíjpénztárat beleszámolom, a 25%-kal szemben lesz 10. Tisztelt képviselő úr, a miniszter úr önmaga mondott önmagának ellen, mert azt mondta, hogy az orosz ügyfél azért adta el a részvényeit, mert nem gyakorolhatta a tulajdonosi jogokat. Akkor most hogy van? A magyar kormány sem gyakorolhatja, mert ahhoz módosítani kellene a MOL alapszabályát, márpedig ha azt módosítják, hogy 10%-nál nagyobb szavazati jogot kaphat valaki, abban a pillanatban érdekes lesz mások számára. Tehát az, amiről ön beszél, semmi más, és amit Márton Attila mond, ebben összecseng a kettőké, hogy végre egy nemzeti kormány a nemzeti vállalatban vásárolt. Akkor most menjünk vissza oda, amit Kőszegi képviselő úr mondott, és véletlenül elszólta magát, azt mondta, hogy egyszeri kiadás. Ez igaz. De mikor lesz ebből pénz? Amiért én lejöttem és szót kértem, mert a családom azt üzeni otthonról, hogy ne menjek haza, ma nem kapok vacsorát, mert én annó 7200-ért eladtam a MOL részvényeimet, amikor építettük a családi házunkat. És most azt mondja a család, hogy hol van a különbség ez a 20. Kőszegi képviselő úr mondta, én most azt gondolom, az a kormány, amit mondott Józsa úr, hogy 200 milliárdot meghaladó megszorítás. Az a kormány, amely lenyúlta a magánnyugdíj pénztárak 3000 milliárdját. Tehát azt hiszem, hogy ennél több talán nem kell, hogy ez a kormány naponta likviditási problémákkal küszködik. Eközben tesz egy ilyen egyszeri befektetést, és én már most megkockáztatom, hogy kíváncsi vagyok, hogy a miniszter úr majd hogyan és mikor kullog vissza, és azt mondja, hogy ebből a 20-ból eladunk, mert uram, bocsá, törleszteni kell az IMF hitelt. Szóval azt gondolom, amit Márton képviselő is mond mindig, meg szokta volt Babák képviselő mondani, hogy hol a pénz. Igen. Ez a pénz, ennek a fölvett hitelnek egy része, ez ott volt a Nemzeti Bankban. Amivel szemben lehetett volna beszélni arról, hogy ha a tartalékaink növekednek, akkor ez tényleg egy szabadon felhasználható forrás, akár más hitelek kiváltására, magasabb kamatú hitelek kiváltására, vagy tényleg egyszerűen csak a hiteltörlesztésre. Tehát ha azt mondjuk, mondja nekünk, és mondjuk az utca emberének, hogy itt a MOL-ban stratégia, szóval 10%-kal nem lehet stratégiát csinálni. Ez egészen biztos, és én azt gondolom, hogy ezt a közönséges halandók is tudják, hogy az irányító pakett azért az valamit picit más dolog. És ha azt mondták, hogy stratégia és forrás, használták többen is. Szóval attól, hogy tulajdonos lett a magyar kormány, nem lesz a vezetékekben több gáz. Tehát a határátkelőknél nem lesz több gáz. Az energiabiztonság, és ezért azt mondom, bocsánatot kérek miniszter úr, hogy ön tényleg minket alaposan megpróbál átverni, mert ettől nem lesz energiabiztonság. Tehát nem lesz forrás oldal, szóval most csúnyán hadd mondjam azt a Nabucco, amit néhány napja aláírtak, aztán mit olvastunk a világ sajtóba? Hogy lesz egy vezeték, aminek a másik végén, tehát a fogyasztói oldalon még csak van érdeklődés, de a másik végén nincs, aki valamit belefújjon abba a vezetékbe.
Tehát itt sem lesz. Nem változott semmi. Nem, tehát attól, hogy tulajdonos váltás van, ettől nem lett több a forrásoldal. Semmiképpen. Tehát azt mondani, hogy ez a közjó érdekében történt, akkor, amikor, és nem akarom folytatni, mert az előző két percesekben tényleg beszéltek arról, hogy mi mindenre lehetett volna költeni ezt az 500 milliárd forintot, akár befektetésekre. Tehát mondjuk azt, hogy nem más, befektetésre, amiből hamarosan és rövid távon lehetne forrásokhoz jutni, de ebből nem jutunk. Tehát miniszter úr, én azért azt vizionálom, hogy miután a kormány már ennedik megszorító csomagját terjeszti a ház elé, amikor törleszteni kell majd az IMF hitelt, akkor önt arra fogják biztatni, vagy önön keresztül az MNV ZRT-t, vagy a Nemzeti Vagyonkezelőt, bocsánat, hogy X százalékot értékesítsen, mert csak 10% szavazati joga van, a forrásra pedig az adott napi rövidtávú likviditási okok miatt szükség van. Szeretnék még egy dolgot fölvetni, miniszter úr, mivel az anyagból nem derül ki, de az indoklásban szerepel, hogy számlanyítás, nem tudom, hogy közvetítőt használtak vagy se. Szóval van egy olyan rossz érzésem, hogy ami a költségvetés, mert most arról is beszélünk, hogy a költségvetésnél kérnek egy felhatalmazást, amiben azt mondja, hogy ez csak az árfolyam változás miatt léphető túl. Önök tudják. De lehet, hogy egy év múlva, amikor majd beszámol a Nemzeti Vagyonkezelő, akkor azt mondja, hogy ja, bocsánat, és még túlléptem azért, mert mondjuk eurószámlát kellett nyitnom, onnan forgalmaztam, annak jutaléka van, és a többi, és a többi. Tehát ezt én kérem, hogy gondolják végig, nem akarok belepiszkálni, mert nincs információm, de ha ez érdemi, akkor kérem, hogy tegyék hozzá, mert ez a hiány összeget növelni fogja. Nem akarom az önök türelmét tovább lopni, Márton Attila sokat hivatkozott, én csak azt mondanám önnek, legyen már olyan kedves, olvass el, körülbelül 2 héttel ezelőtt beszéltem államadósságról, és Cséfalvai államtitkár úr válaszolt rá. Érdekes lesz a mai hozzászólása szempontjából. Mert egyszer hozzá lehet számítani azt a pénzt, ami bent van a Nemzeti Bank tartalékába az államadósághoz, utána azt lehet mondani, hogy ja, nem változott az adósság, persze, mert már ott hozzászámolták. De valójában most jelenik meg ez az 1,9%, tehát a nettó adósság állományunk, képviselő úr, most ebbe a pillanatba, akkor, amikor a költségvetési főszegeket megváltoztatjuk. Tehát ez már hiány. Ezt mondtam, hogy önök játszanak vele. Lehívható, nem lehívható, de amikor a 80%-ot kell kiszámolni, akkor bizony ezt beletetszettek számolni, úgy, ahogy van, cakompak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Következő hozzászóló Hegedűs Tamás képviselő úr, Jobbik. Megnyitott egy hengert, és itt hagysz minket, hogy... Hát nem ez a kettő, nincs? Hegedűs Tamás képviselő úr, nincs? Nincs. Akkor Nyikos László képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Némileg más aspektusból szeretnék két gondolatkört itt a késői órán a figyelmükbe ajánlani, kedves képviselőtársaim. Egy törvényjavaslat és egy határozati javaslat fekszik előttünk. Az egyiket a pénzügyi kormányzat, a másikat a miniszter úr képviseli. Kihasználom az alkalmat, hogy Szatmári államtitkár úr is itt van, bár nem a patkóban, hanem ott hátul, és neki adresszálom elsősorban a mondani valómat, amiről már Veres képviselőtársam a vita elején beszélt. A Költségvetési Bizottságban élénk vita volt arról, hogy ehhez a törvényjavaslathoz sem mellékelt a kormány hatásvizsgálatot. Ezt én két szempontból tartom fontosnak hangsúlyozni. Az egyik szempont az, hogy most már egy éves tapasztalatom másnak is, hogy rendre megsérti a kormány azt az előírást, miszerint a kormány által készített törvényjavaslatokhoz előzetes hatásvizsgálati elemzéseket, becsléseket, tanulmányokat kellene készíteni. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy ezt a törvényt, a jogalkotási törvényt már az önök kormány, az önök égisze alatt alkotta meg a kormánytöbbség, illetve mindannyian. Tehát azt is mondhatom, hogy a saját törvényüket sem tartják be. Eszembe jutnak angol barátaimmal azok a beszélgetések, amikor azt mondták nekünk, hogy nálunk angoloknál
ahol ugye precedens jog van. Nekünk kevés törvényünk van, mondták az angolok, de azokat mi nagyon komolyan veszük. Nagyon stabilak a törvényeink, 100 éves törvényeink is vannak. Ezt nagyon komolyan veszük. A kontinentális jogban a németeknek is sok törvényük van, de ők betartják. Ti magyarok meg olyanok vagytok, hogy nektek sok törvényetek van, és nem tartjátok be. Tehát ezért hangsúlyozom én azt, hogy nagyon jó lett volna, hogyha a költségvetési törvény módosítását tartalmazó előterjesztéshez készültek volna olyan becslések, amik a társadalmi, a gazdasági és a költségvetési hatásokat bemutatták volna. Gondolom, spórolhattunk volna jó néhány fél órát a mai esti vitában is, ha ez megtörtént volna. Tehát én ezt a tanulságot szűröm le, és ajánlom egyben a pénzügyi kormányzat figyelmébe, meg a kormány figyelmébe általában is, hogy a jövőre vonatkozólag szíveskedjenek ezeket a hatástanulmányokat elkészíteni, segítvén ezáltal a képviselők munkáját a törvényhozásban, és hát tartsák be a törvényt, hatályos törvényt. Az a törvény, amit nem tartanak be, az semmit sem ér. Mi sok ilyen törvényt hozunk. A másik gondolatom, tisztelt elnök úr, a határozati javaslattal kapcsolatos. Arra ez a kritika nem vonatkozik formailag, hiszen a határozati javaslat az nem jogszabály, tehát jogilag nem kötelezhető a miniszter úr arra, hogy ilyeneket mellékeljen, bár nem sértődtünk volna meg, hogyha mellékeli a dolgozatokat, tanulmányokat, elemzéseket, egyéb információkat. Viszont a következőt szeretném én mondani és javasolni. Ugye a mai esti vita tanúsítja, hogy ennek az ügynek rendkívüli nagy gazdasági, társadalmi, pénzügyi jelentősége van. Az országgyűlés számára is, a kormány számára is. Éppen ezért javasolom én azt, hogy a határozati javaslatot bővítsük egy ponttal, amely pont arra vonatkozna, hogy a parlament kérje fel az állami számvevőszéket arra, hogy ennek a szerződésnek, a Szurgutneftgáz és a magyar kormány közötti szerződésnek a végrehajtását az állami számvevőszék ellenőrizze, és a megállapításairól, a vizsgálati eredményeiről tájékoztassa az országgyűlést egyidejűleg azzal a jelentéssel, amit a kormánynak is majd meg kell tennie, hogyha ez a tranzakció annak rendje módja szerint lezajlott. Én szeretném, hogyha a miniszter úr támogatná ezt a fölvetésemet, és lehetővé tenné az országgyűlés pénzügyi gazdasági ellenőrző szerve számára, hogy mindannyiunk megnyugtatása és az adófizetők, illetve a szakmai közvélemény, politikai közvélemény számára egy objektív, független ellenőrzési eredmény is a birtokunkban lenne, amikor majd az év végén, december 31-én a kormány beszámol ennek a tranzakciónak a lebonyolításáról. Egyébként pedig befejezésül én nagyon szurkolok a miniszter úrnak, a tárcának azzal kapcsolatosan, hogy be tudja bizonyítani, mint azt a Költségvetési Bizottsági meghallgatásán is jelezte, be tudja bizonyítani, hogy az állam is lehet jó gazda. Köszönöm szépen, elnök úr. Következik Klőze Lajos képviselő úr, függetlenként. Tisztelt elnök úr, tisztelt. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, nagyon rövid leszek, és több mondatokba szeretnék néhány esetleg új szempontot felvetni a téma kapcsán. Először is szeretném elmondani, hogy az a benyomásom, hogy túl van dimenzionálva ez az ügy. Nem annyira bonyolult dolog történt itt, hogy itt nem tudom, milyen vizsgálatokra volna szükség. Van egy piaci árfolyam, ezen a piaci árfolyamon történt egy vásárlás. Jóval többet szoktak elkérni ilyenkor, amikor ekkora részvényplakettet adnak el. Úgyhogy azon is csodálkozhatunk, hogy eltán ez ilyen olcsó volt. Ne felejtsük el, hogy a Szurgut annak idején kétszeres áron vette meg az OMV-től a maga részvényplakettjét, mert mindennek megvan a maga logikája és törvényszerűsége. Na most azon se kell sokat filózni, hogy miért éppen most. Az adásvételhez két fél kell, van, aki eladja, van, aki megveszi. Ugye a pénz, ahogy láttuk, rendelkezésre állt itt.
a Szurgutnak most esett le, hogy 2 éven keresztül itt volt osztalék nélkül, itt lehet még, próbálkozhat még, de se nem tulajdonos, se osztalékot nem kap, akkor azt mondta magából, hogy akkor 30% felárér, nem 40, 30% felárér, kiszállok, mert nekem ez nem buli. Nem nagyon buli neki önmagában, ez van 22 milliárd dollárja a számláján, nincs is befektetése máshol, tehát neki ez egy ilyen apró pénz. Lekönyvelte a 10% helyett a 30%-os profitot. Két év alatt eladta. Tehát az ő hozzájárulása, belátása is kellett az eladáshoz. Ez nem volt előzmények nélküli, hónapokkal korábban már orosz gazdasági körökbe tárgyaltak erről, beszéltek erről, konferenciákon elhangzott, hogy mennyit érhet, pedzegették azt, hogy a szurgó